Most a Liga kupára neveztél nemrégiben. Hogyan zajlott a verseny, és hol zajlott pontosan? Kérlek szépen, Ajkán volt ez a verseny, május 4-én, és közel a 3 nap alatt, mert ez 3 napot tart, ez a verseny, ugye a hétvége, és közel 500 ember volt jelen, és vegyesen ugye neveztek. Lehet külön nevezni guggolásba, fekvenyomásba, felhúzásba, és egybe is lehet nevezni, tehát a 3 fogásba, amiben én is neveztem. És hát meg kell jegyeznem itt, hogy 8 éve nem csináltam, mert azt hiszem, mikor bemutatkoztam, mint tűzoltó, elmeséltem az életvitelemet, hogy hogyan sportolok, akkor egy kicsit, hogy úgy éreztem, hogy nem tudom csinálni, tehát 8 évvel ezelőtt nem tudom csinálni, mert annyira fájnak az izületeim. De úgy most már túltettem rajta magam, meg túl is teszem, fájnak még, de hát azért csinálni kell ezt a sportot, másképp nem megy. Úgyhogy ez a verseny, ez nagyon sok fiatalnak, idősnek azt jelenti, hogy tudjanak indulni a külföldi versenyeken, ezért ez egy kvalifikációs verseny. Milyen eredményt értél most el? Hát nagyon örültem, én satszra, nem tudom, lehet, hogy említettem, hogy én 500 kilót satszolok magamnak, és most sikerült 495 kilót csinálnom. Lebontva 170 kilóval guggoltam, 125 kilót nyomtam fekve, és 200 kilót húztam fel. Úgyhogy ez számomra nagyon jól, mivel hogy mondjam, későn kezdtem az edzést, mert hagyományhoz kötöm magam. Február 8-án van a Top Gym terem tulajdonosának, a feleségének a születésnapja, és én egybe megköszöntöttem, és úgy kezdtem az edzést. Hát a felkészülésem az szépen lassan ment, tehát nem volt annyi időm rá, de így bátorságot kaptam, hogy jelentkezzek a világbajnokságokra. Hogyan készültél most fel, milyen gyakorlatokat csináltál, mert ugye február óta a versenyig nagyon rövid időt álltál. Sokat edzem magam, de egy napon, tehát úgy naponta nem edzem magam különösebben, mert ugye vannak házi feladatok, házi munkák, kertes házban lakom, és megfogadtam most ebbe az évbe, hogy hetente 2-szer járok Veszprémbe, mert ugye Veszprémbe edzek, a Top Gymbe. Kupcsik László az edzőm, az ő instrukcióját folytatom mindig, meg megkérdezem, ha valami gondom van, hogy mégis mit kellene jobban csinálnom. Tehát ő felügyelte a múltkor is, hogy hogyan guggolok, hogyan húzok fel. A fekvenyomásba is ad tanácsokat, de ott már rutinosabb vagyok, ugye, mert én sokáig csak fekvenyomtam, most ugye 8 évig csak fekvenyomtam. De úgy érzem, hogy menni fog. Általában egy napon olyan 3 órákat edzem. Tehát folyamatosan, mivel ugye nekem nehezebb a regenerálódás, ugye most leszek 70 éves, és azért nem úgy vagyok, mint a fiatalok, hogy 1 percen belül csinálom. Általában előírja ezt a dolog, hogy 1 percen belül már csinálni is kell a feladatot, de hát én nekem akkora súlyokat kell megmozgatnom, hogy több a pihenőm, tehát 5-6-7 perc körülbelül a pihenőidőm, és én mindig hétfőn megyek edzeni, akkor lábazok, és fekvenyomok. És pénteken szokok bejönni, felhúzni, és akkor csinálom a kiegészítőket. Tehát ilyen biceps, triceps, mit tudom én, hajlítások, mindenféle, amit ugye általában betervez az ember magának. A gyakorlat.
Ugye említetted, hogy pontosan mit jelent ez a három fogás, de milyen kritériumoknak, szabályoknak kell megfelelni, hogyan kell végrehajtani ezeket a feladatokat, versenyszámokat? Hát az az igazság, én kicsit szívemen viselem az egészet, mert én voltam nemzetközi bíró is, ugye három szervezetnél, és mindig azt mondtam magamba, hogy ha én nem csinálom meg jól, akkor nem szabad követelnem, hogy jó legyen az. Általában a guggolás, ugye teljes felszerelést azt hiszem lehet majd látni a képeken, abba kell megjelenni az a nemzetközi elfogadott, hogy mondjam, felszerelés. A guggolásnál nagy szabály, hogy a térd ízület alatt kell lenni a csipő ízületnek, és odáig le kell guggolni. Ezt nem mondja senki, ezt magadtól teszed, de az indítás az a bíróval, tehát a vezetőbíró indít, az mondja, hogy guggolás, és akkor le kell guggolni, akkor visszaállni vele, és akkor utána mondja, hogy le, addig nem szabad nekiállni a letételnek, de olyankor már a lapozók, akik segítenek a súlyokat fölrakni, azok segítenek. Tehát ez a szabály. És ugye a szerelés legyen jó, azt meg szokják vizsgálni, azt hiszem lesz egy ilyen felvétel, nekem is megvizsgálták a felszerelésemet, hogy milyen. Mert aztán kitérek rá, hogy csináltam egy-két liga rekordot is, ami számomra is, hogy mondjam, meglepetés volt. A fekvenyomásba volt egy rekordom, ugye, mert én mindig betervezem, hogy mivel kezdek. És én attól nem nagyon szoktam elállni, 110 kilóval kezdtem a fekvenyomást, és 112,5 kiló volt a riga rekord. Hát másodszorra már 120 kilót kértem, ugye az már liga rekord volt, akkor meg is vizsgáltak, övemet, minden, csuklószorítót, ugye meg kell. Egy érdekesség, hogy fél méteres lehet a csuklószorító, de az enyém csak egy ilyen, mit tudom, 15 centis. Még ráadásul saját magam csináltam, ilyen térbandásból, ami már kopott volt, levágtam a végeit, és akkor én megcsináltam. A harmadik fogásnál is lett egy rekord, akkor meg 125 kilót kértem, és akkor is megvizsgáltak a felszerelésem. Úgyhogy nagyon örült mindenki, főleg a fiamék, tehát a nagyfiam ott volt, és a feleségem is, meg két barátom is volt ott. Úgyhogy ők örültek, hogy ilyen szuperú végeztem avval a résszel. De aztán utána még jött a felhúzás. És a felhúzásban is csináltam két rekordot. A kezdésem az 170 kiló volt felhúzásban, de 172,5 kiló volt a rekord. Utána 185 kilót kértem, az már egy rekord lett. Aztán a végén 200-at. Igaz, nehezen, de megcsináltam. Úgyhogy ezek voltak a rekordok. A rekordok felállítása mellett még egy szempontból különleges volt számodra ez a verseny. Azt kérlek, mondd el, hogy miért? Hát az unokám indult, aki most 18 éves, és hát meglepett engem, nagyon meglepett. És mindent, mert én nem mondtam neki különösebben semmit, csak intéztem a dolgokat, tehát befizettem a nevezési díjat, bocsánat, és a mesterem mondott el neki minden szabályt. És ha hiszitek el, ha nem, én jobban izgultam, mint ő. És olyan nyugodtan végigcsinált. 9 fogásunk van összesen, ő 7-et megcsinált, és 270 kilóval végzett. Úgyhogy az egy elsőre, tehát ő nem gyakorolta ezeket a dolgokat, amiket én. Tehát akkor, ha jól értem, neki ez az első versenye volt. Igen, ez az első versenye volt, ezért is fogott meg engem. És az édesapja csinált egy videót rólam is, meg ő róla is, pont felhúzásnál. És akkor ő 120 kilót húzott, én 200-at, és aláírta, hogy a vér kötelez. A verseny végén, amikor ő is érezte, hogy mekkora sikert ért el így elsőre, akkor megfogalmazódott-e benne, hogy esetleg folytatná az edzéseket és felkészüléseket, és a nyomdokaitba lépne? Említette,
tehát ő komolyabban fogja venni az edzést. Én tőlem például kért egy bandást, mert ő vett bandást magának itt azt hiszem a terembe, mert ugye itt Péten edz, és én adtam neki versenybandást. Azt mondja, papa, ezt el te persze, tedd el, és megadtam neki egy versenyruhát is, mert ugye a ruha is nem mindegy, hogy milyen. Azt is kapott egyet, és örömömre szolgál most, hogy lesz egy hasonló kis verseny, mint amire ő meghívott Almádiba 29-én, e hónap 29-én, ez is egy ilyen, hogy mondjam, ilyen támogatói kis verseny, és azt mondta, hogy elindul. Én is felhúzásban, meg ő is. Nemrégiben egy pétfürdői jótékonysági megmérettetésen is részt vettél, ami itt zajlott a Kronos Gymben, ha jól tudom. Igen, az volt a legelső kis versenyem, és azt is azért csináltam olyan, lehet, hogy nagy képviselőségnek hangzik, de kicsit szolidabban. Mert az volt a feladat, hogy a súly, az ember súlyának a felével kell nyomni, és egy rendes ligabíró nézte a versenyt, ő számolta, hogy mennyit tud megcsinálni az ember. Hát én nem voltam 100 kiló, de 50 kilóval nyomtam, tehát 96 kiló lehettem, 95. És 50 kilóval nyomtam 42-szer, és azért mondtam neki, azért nem folytatom, mert ugye jön a liga verseny, utána volt a liga verseny, és tudom, nehogy megsérüljek. Tehát ilyenre is kell gondolni. Nálad azért az éremhalmozás, a bajnoki címhalmozás, és hát a minél több versenyen való részvétel azért az kitölti az életedet. Most mire készülsz majd? Milyen versenyek következnek az évben? Hát ebben az évben ugye betöltöm a 70. életévemet, és azt erre tettem fel, hogy három fogásba fogok indulni. Tehát ez öröm is számomra, meg talán egy kicsit meglepetés is lesz, de jól szerepeltem most a Liga kupán, és két versenyre akarok menni. Az egyik szeptemberben lesz Csehországban, tehát szeptember végén 28, mert ezek egy hetes versenyek általában, 28-tól ugye számoljuk. A másik pedig októberben lesz, az pedig Trünaván, vagyis Magyar Szombaton, mert van egy történelem tanár, aki mindig azt mondja, hogy Magyar Szombat. Úgyhogy ott lesz a verseny, ott már többször versenyeztem. Ezeket terveztem be, és nem tudom, hogy lesz-e világrekord, nem lesz, de majd a Kóti Lacival, kedves barátommal, akit tisztelek, becsülök, és ezúton is igyekszem neki minden jót kívánni, mert most ő egy 20-szoros Ironmanre készül, és hát lehet, hogy fogadunk majd megint, és akkor lehet, hogy nyerek tortát is.